Első állomás Pilátus halára ítéli Jézust. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot. Szent Máté Evangéliumából Pilátus megkérdezte a tömeget. Hát Jézussal, akit Krisztusnak mondanak, mit tegyek? Mindazt kiabálták, keresztre vele. Jézust pedig megostoroztatta, és átadta nekik, hogy feszítsék keresztre. Olyan észszerű és természetes az élet, és az élet melletti döntés, hogy már fel sem tűnik, ahogy az ember sorsa maga az élő Isten, úgy az Isten titka is az élő emberen szűrődik át. Többet akar, mint az életet. Ahogy felvállalta sorsunkat, a bűnt kivéve, úgy célt is adott, utat is mutatott. Ő maga mondotta, hogy életünk legyen, és bőségben legyen. A fizikai test hordozza a szellemi lelket. Hatalmas lehetőségek tárháza, miközben alávaló visszaélések börtöne is. Az önzés és az engedetlenség ma is azt harsogja keresztre vele. A halálkultúrája képes kiölni a létezést, felszámolni a civilizációt felemészteni Isten legnagyobb ajándékát, az életet. Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Imádkozzunk. Bocsánatodat kérjük, Urunk, minden tettünkért, ami az élet ellen irányult. Szégyenünk az emberölés minden formája. Szégyenünk minden, ami az emberi méltóságot sérti. A gyalázatos munkakörülmények, a kizsákmányolás és minden ehhez hasonló téged sért. Miközben tönkretesszük a civilizációt, inkább magunkat szennyezünk be. De a gyalázat a szenvedőkre is visszahull. Urunk, mi meg akarjuk látni bennük az embertársat. Nyisd meg szemünket! hogy abban is, akit mások elvetettek, észrevegyük a Te dicsőségedet. könyörülj rajtunk, Urunk, és a tisztító tűzben szenvedő lelkekem.